két jó csapat fog egymásnak feszülni a mai estén. Lehet, hogy mindkét oldalon vannak hiányérzetek a pontok alapján, vagy a mutatott játék alapján. De én azt gondolom, hogy az ellenfelünk is, és mi persze mindenképp arra fogunk törekedni, hogy felettessük ezeket a dolgokat, az ilyen negatív dolgokat, és igyekszünk ma a legjobb énünket kitenni a pályára. Hétfői meccs, ugye első fél időben nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, de szerencsére a második fél időben azt gondolom, hogy az igazi arcát megmutatta a csapatunk. Úgyhogy erre a második fél időre próbálunk most építeni, megpróbáltunk a héten építeni. Nyilván beszéltünk a játékosokkal, kielemeztük azokat a szituációkat, amikből rosszul jöttünk ki az Újpest ellen. Az is 100%, hogy ez egy nagyon jó meccs lesz szerintem. Remélem, hogy a végén mi fogjuk győztesen elhagyni a pályát, hiszen erre a három pontra mindkét csapatnak nagyon nagy szüksége van. Egyértelmű, hogy a Berettyó mellett az szól, hogy rutinos, jó játékosok alkotják a keretüket, viszont az is látszik, hogy nincsenek sokan, picit hasonló cipőben vannak, mint mi egy pár évvel ezelőtt, hogy egy 5-6 kiváló játékosuk van, viszont a keretük azért véges. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy azokat, tehát folyamatosan tudjuk ugye kontrollálni azokat a játékosokat, akik kulcsszerepet töltenek be a Berettyónál. A forduló rangadóján lakiteleken fogadta a kékfehérmezes Kecskemét a Berettyóújfalut. A találkozó a vendégek számára indult jobban, hiszen a szezonban már az 5. bajnokián betaláló Rafinha az 5. percben előnyhöz juttatta a mezei Vilt. Nem vagyok elégedett azzal, ahogyan kezdtük a mérkőzést. Két olyan hibát is elkövettünk, amit egy olyan minőségű csapat, mint a Berettyóújfalu könyörtelenül kihasznál, és ez már nem először fordul elő, mindig ezt csináljuk. We do it always. Az a véleményem, hogy az első 10 percben szerintem el se jöttünk, még szerintem úton voltunk ide. Utána fölébredt a társaság, próbáltuk összeszedni magunkat, mert igaz, menni kellett az eredmény után. Mateusz idénybeli első góljával az első játékrész felétől 2-0-ra vezettek a vendégek egészen a 16. percig, amikor a Kecskemét legeredményesebb játékosa, Pál Patrik felhozta 1-2-re a csapatát. Jól játszottunk szerintem ahhoz képest, ahogy eddig pályán, amit csináltunk, ahhoz képest most sokkal jobbak voltunk. Összeszedettek is, motiváltak is, úgyhogy ez hosszú távra azt gondolom, hogy ez egy jó dolog. Fordító zicsereket hagytunk ki, véleményem szerint. Azért volt jó pár nagy helyzetünk, sajnos ezek kimaradtak. Mérkőzés bizonyos periódusaiban azért talán közelebb álltunk a győzelemhez. Voltak percek, amikor a hazai csapat fölénk nőtt. Nyilván, hiszen arról beszéltünk, hogy ez egy kiki meccs lesz, ez meg is valósult. Az nem normális, ami történt. Millió lehetőségünk volt, különösen a második félidőben, amiket ki kellett volna használnunk. Egy olyan jó csapat ellen, mint a Berettyó, ezek közül egyet nem fér bele, hogy kihagyjunk. Ehhez képest legalább 10-et elpuskáztunk. A mezei Vill egy győzelemmel 6 ponttal elléphetett volna ellenfelétől, ám pár másodperccel a vége előtt a szkorgól kiegyenlített Bencsik Roland révén, amivel megmentette az egyik pontot a pályaválasztó. Életmentő volt az, hogy sikerült berúgni, igazából teljesen mindenki rúgta volna be, de nagyon kellett nekünk ez az X, mert hogyha esetleg most se szereztünk volna pontot, akkor még jobban leszakadtunk volna, és szeretnénk oda ragadni az élbolyhoz. Az 5. Kecskemét legközelebb a PTL-t fogadja, míg a Berettyóújfalu a 4. helyről várja a folytatást. A következő meccset a hazai pályán játszunk a Nyíregyházával, akikkel már rengetegszer találkoztunk, több edzőmérkőzésen is, bajnokságban is. Hát nagyon jó formában vannak, ahogy látjuk, de mindenféleképpen otthon nem lehet más a célunk, mint hogy győzni ellenük. 2-3, Kecskemét!